Sziasztok! Ismét Kökin. És most egy másik vonalbejáráson fogok majd részt venni. Most Nyíregyházára megyünk majd. Most nem egyedül, most többen megyünk a Kisvasúthoz. Bejárjuk, ameddig tudjuk, Nyíregyházára indulva. Hát egyelőre várom a Holló Intercity-t, és amint az megérkezik, ugye, irány Nyíregyháza, még Szolnokon csatlakoznak egy páron. Hoppá! És akkor most jön egy... Jaj! Ez még a személyvonat. Davasra. Ezután fog jönni az IC. Hát mindegy, akkor a következő már a Holló Intercity lesz. Úgyhogy azzal irányvonalbejárása. Majd Nyíregyházáról jelentkezem. Sziasztok! Közben akkor meg is érkeztünk Nyíregyházára, és itt van a mai téma, a nyírvidéki kisvasút. Ezt kezdjük majd elbejárni. Itt az állomás előtt vannak a vágányok közben. Szervusz! Akkor megérkezett Dávid is. Hello! Meg Tamás és Ádám is. Na mindannyian itt vagyunk, úgyhogy majd innen indulunk bejárni ezt a kisvasutat. Úgyhogy... Reményeink szerint eljutunk egy helyben a tanyáig, de lehet, hogy csak bújig, vagy... De haladunk. Megyünk, ameddig megyünk az utolsó, ott meg jönnünk el vissza. És közben itt van a buszpályaudvar is mellettünk, itt a helyi járatok. Sajnos ikaruszok már szerintem itt már egyáltalán nincsenek. Néhány éve itt még bőven álltak az ikaruszok, még 6 éve, amikor először itt voltam. Több ikaruszt is tudtam fotózni, hát most már semmi. Egyébként erre van a járműtelep is, de oda most nem megyünk el. Meg a régi átrakó. Tehát volt egy Nyíregyháza átrakóállomás is, ami ugye ott a járműtelep mellett volt. És akkor itt van rögtön a megállóhely, ugye? De ez volt úgymond a végállomása a kisvasútnak, itt lehetett le is felszállni. A vasútállomás előtti vágányszakasz az már nem volt, az már csak a fűtőház fele ment be, de a vonatra föl és leszállni itt lehetett. Aztán C50-essel ment a TFT-be mellett, de egyébként a... full citromsárga C50-es. De amikor még járt itt a vonat... A PFT-s, ami volt, az full citromsárga C50-es. Régebben jártak el MK45-esek is, meg MK48-assal ment az utolsó vonat is 2009-ben. Na mindegy, menjünk. És alig, hogy elindultunk, már is találtunk egy vonatpótlóbusz. Pontul is, hogy tényvolán. Varsától Nyíregyházáig. És akkor mehetünk tovább itt a kisvasút vonalán. 48-as sinek, és hát itt már talfák egyébként, betonaljak is voltak az elején. És úgy látom, mindjárt sínrendszerváltás van, mert most átmegyünk 34-esbe. Csak egy picivel jöttünk arrébb, és itt viszont ugye betonaljak azok megmaradtak, viszont ezek már kisísinek. Hát ezek 23 kilós kisísinek. És még itt parkolnak a buszok. Na majd megnézem, hátra vannak még ikaruszok, mert a környéken, akkor azokat még lehet fotózni. És akkor elindulunk befele az erdőbe, itt szintén ez egy kis hísín és betonaj. És innentől ugye van egy 20-as lassú jele, ami a vonal végéig megvan. Sőt, itt meg 0,5-ös, igen. A 5-ös lassú jel. Az 5-ös lassú jel az átjárónál van, az átjáró miatt van. Gondolom azért, mert is sűrűn járnak a buszok. Szerintek, na és akkor itt van egy vágány átszelés, hogy itt van egy iparvágány, és ez szintben keresztezi a kisvasút. Viszont nem megszakítás nélküli, hanem hagyományos. Szerintem ilyen néha jön. Szerintem, nézzétek, hogy... Valószínűleg... Szerintem néha használják, mert nem teljes elrosdás a sínszál, és le van takarítva az űrszelvény is.
22-es szervény, most nagyjából kihaladunk az állomásról, de most már itt vagyunk a nagyvasút mellett. Ez itt már a kisvasútnak az új nyomvonala. Milyen új nyomvonala? Valahol, ami meg lett szüntetve. Ez nem az, mert ez még az. Ádám, bejjebb volt. Az oké, hogy bejjebb volt, nem, az amikor meg lett szüntetve. De az a városon belül ment. Nem, az a városon belül ment. Igen, városon de amikor meg lett szüntetve, akkor már ez volt. Ja, hát akkor igen. Csak azt akartam mondani, hogy a 60-as években ugye nyomon a korrekció volt, hogy a város belterületén ment addig sóstóig, és ráadásul villamosítva is volt, tehát még villamosjáratként üzemelt. És a belvárosban van nosztalgia villamos is kiállítva erre a célba. Van, igen, adom, már csináltam videót korábban. Hát együtt voltunk. Jó, ennyi, de és akkor mondom, azt hiszem 1969-ben volt, amikor kihozták ide, hogy a város kerülje el, a nagyvasút mellé. És azóta jött itt, egyébként meg 2009-ben szüntették meg, egy második körös, mint a Kecskeményi kisvasúttal együtt szűnt meg. És azóta nincsen forgalom, bár most vannak rá tervek, hogy Sóstóig újraindítják a forgalmat, a turisztika miatt. Aminek lenne is értelme, mert Sóstónál ott van vadasparktól, meg kezdve akvapark is van, meg vadaspark is, meg szállodák, meg ott van egy Nyíregyházának ez a turistákat vonzó régiója. Úgyhogy ott elférne. Kis vasút is, de most egész jók a pálya állapotok, most itt tudunk haladni, és ráadásul betonaljas. Ja, most hát most visszakaptuk ezeket a 23 kilós függönykarnissineket, de tudunk. 40-es? Hol? Ja, nagy vasúton. De egyébként azt, egyébként 1997-ben itt még ilyen beskihanzásnak van róla videója, hogy itt még 40 km per óra volt a sebesség a kisvasúton, és még nem egy, hanem ilyen 2-3 kocsival jártak, mert még volt keresztelbi natanyán, amire szinte videózott, és voltak utasok is, mert akkor még használták, amikor 40-nel ment, aztán volt, amikor bevezették azt, hogy a településen belül 10-es lassú jeleket sok helyen, nem a pálya állapot miatt, hanem az inkább ilyen, mint ahogy ilyen a közúton közlekedők miatt vezették be. Na, megérkeztünk az első megállóhoz, itt Nyíregyháza vásárfél. Ez volt, látszik a felon. És itt, van a kisvasútnak is egy fénycsodompós átjárója ezek szerint. Már ugye a nagyvasútnak van, azt látjuk, de szerintem az fedezi a kisvasútat is. Így van, persze. De majd közelebb megyünk, megnézzük. De a kisvasúton is, amikor az a behatási pont, akkor lehet, hogy oda tartozott, hogy a kisvasútnak is volt. Menjünk akkor. Ez az Áhonyi, 6 kocsival van. Venni, és itt van egy felirat a Sintában, ez a Desica 1906-os évjárat, és de várj, ez 36,5 az lehet? Ja nem, várj, nem azon. Ja nem, 34, na 1905 és 34-es sín. Hát ezek szerint annyi. Bár inkább 23-asnak néztem. És akkor még mindig itt vagyunk a Nyíregyházi kisvasúton, és itt, ahol a nagyvasúttal párhuzamosan megy, itt teljesen jók a pálya állapotok, tiszta az űrszelvény, meg vannak ugye 23 kilós hideg vannak betonaljakkal, és itt van az, ahol elkanyarodik a kisvasút a nagyvasúttól, és beljebb jövök, akkor ne legyek benne az űrszelvény, mert a nagyvasúton. Közben Dávid nagyon vizsgálja a sineket. Lehet, hogy talál rajta feliratot. Na, találtál valami érdekeset? És mit találtál? Nagyon nehéz kivenni. Na, hadd nézzem. 1889, ha jól látom. Igen, valószínűleg a Desica 1889 és 23 kilós az innen. Már az előbb, mint a 34-eset volna, de szerintem ezek kisísinek.
Szerintem is. És akkor most már haladjunk tovább a kisvasúton. Most távolodunk el a nagyvasúton. Igen, és akkor egy kicsit a történetéről. 1905-ben adták át Nyíregyházától Hermélatanyáig. És 1930-ban pedig tovább bővítették egy szájvonalat, ami Balsáig tartott, ahol épült egy Tisza híd, ahol a Bodrogközi kisvasúttal összekötötték. Tehát ezt a hidat 1944-ben lebombázták, és soha többet nem építették újjá, tehát ez a kapcsolat az azóta sem állt helyre. A végállomás az Balsa-Tiszapartnál volt. És annyit hozzátennék még, amíg a híd megvolt, annak idején még a híd megvolt, volt közvetlen kisvasúti személyvonat Nyíregyháza és Sátoraljó. Ja persze, tehát ugye a két kisvasút össze volt kötve, igen. Tehát a Tisza hídnál. És hát a Szerencs-Sátoraljóhely vonal felett ment az is át átjáróban, most a vonal villamosításánál úgy volt Szerencs-Sátoraljóhely. Jaj, az azért Sátoraljóhelynél. Igen, igen, ott egy kisvasúti felület elmutattad, de az... És azon keresztül ment a Nyíregyháza a Sátoraljóhely személy. De az már azért, az már hegyközi kisvasúthoz tartozik, az már egy másik kisvasút volt most. Közvetlen eljutást tudtak biztosítani, meg közvetlen vonatot is tudtak járatni Nyíregyháza és Sátoraljóhely. Hát volt, igen, tehát most Balsa-Tiszapartnál volt a végállomás. Nem csak Sátoraljóhely, hanem ugye előtte Sárospatak. Igen, és hát tudod, hogy a bezárás az meg 2009-ben jött el, az a második közös, amikor a Kecskeméti kisvasút is megszűnt. De viszont ahhoz hozzátartozik, hogy Dombrádig már korábban, tehát már valamikor egy néhány héttel korábban már a pályállapotokra hivatkozva már Dombrádig nem járt el, már vonatpótlóbuszok mentek. Tehát gyakorlatilag már a bezárás napján nem lehetett végigutazni a kisvasutat. Ahogy meg most viszont, hogyha már megnézel, hogy jövünk befelé a nagyvasút mellett, egyre jobban dzsindzsásabb a vonat. Hát most igen, eddig egész jó állapotban voltak. Teljesen jó volt, most így már fordul be a kisvasút, így már fordul befele, így megy befele, és utána fordul még egy évet, úgyhogy a nagyvasútnál keresztül lehet egy felüljáron keresztül, itt már viszont dzsindzsásabb, mint ami ott a nagyvasút mellett volt. Hát az még azért, de hát ez még azért annyira nem tragikus, tehát ez a még azért, tragikus, az még egész jól járható. Ja. Ahhoz képest, amilyen vonalakkal találkozol, ez még semmi. Ezen még simán végig lehet menni. Még akár még vonattal, mert még egy C50-nek még ez a pár belógó üzése lenne ellenfél. De itt... MK48-assal meg simán. Hát azzal is, hát igen, egyébként a vonalon jártak MK45-esek, meg MK48-asok is. Énkörében. MK45-eseket elvitték a gyermekvasútra, de korábban jártak itt is. És akkor ezt nézzétek, bejöttünk ide egy erdei szakaszba, szintén itt. Igen, itt felvezet egy magas töltésre a kisvasút, és egy felüljáron keresztül fog áthaladni a nagyvasút felett. Most ennek a... Tehát itt azért emelkedik itt a szint, mert egy felüljáron keresztül fogjuk keresztezni a 100-as vonalat. Legyen. Na, ezt értek, akkor itt vagyunk a felüljárónál közben. Itt megy át a kisvasút a nagyvasút felett, Sóstól felett. Biztos lehetnék. És itt ráadásul 48-as sinek vannak. Lennék, hogy itt mint a felüljáró előtt és a felüljáró meg kicserélték 48-asra a sineket. És akkor itt vagyunk most a felüljárón. 6,5 km ide Nyíregyháza. Alattunk van a 100-as vasútvonal. Arrafele van Nyíregyháza és a másik irányba Záhony. És hát itt ugye a hídon. Dávid és Tamás az éppen. Jó, hát igen, Tamás meg Dávid szintén. Tani az új szintén videózik. Fényképezik, én videózok most. Ja. A hóhért. Na, szevasz, akkor most van neki videóban, és egyébként a sadat még mindig ott van, úgyhogy lassan már húzipálta magad után. Hát a halatot visszaért, ahol már ott hagytad. Ja, persze, mert most én húzipáltam, tehát utálod a sadadat. Hát figyelj, nálad volt, hogy te rakodod, akkor te miért? Csak te hozod utánam. Nekem mindegy, de hogyha gyorsabban párolog, akkor ne lepődjél meg rajta. Ennyi. Max, majd felezzük útközben. És itt van az előjelzője Sóstól. Állomástak érvénytelenítve, igen, de itt van. Még nem is működik. És egyébként arról jöttünk. Igen. És hamarosan megérkezünk Sóstól fürdőre. És akkor itt vagyunk Sóstól fürdőállomáson. Ott van a kiállított gőzös. Itt van ugye váltó, és ugye mutatom az állomást. A következő útátjáró pedig itt van a 84-es szelvényben, és akkor nézzünk itt céljel. Három vágányos állomás, bár itt már egyszer jártam két hónapja. És ez volt a régi állomás épület, ami most szállodaként üzemel.
Igen, a szálloda. Hogy egész szépen fel is van újítva. És errefele vannak, ugye itt van három vágány. Harmadik vágány. És itt van az állomástábla. Igen, ennyi. Tehát eddig tervezik a kisvasodat újraindítani, és eddig lenne is értelme ez most itt. Viszont a Vadaspark elé lehetne egy megállóhelyet rakni, ott, ahol buszmegálló is van, pont a főbejáratnál. És a mellette van a vasút, ott mennek a sinek, tehát oda is lehetne egy megállóhelyet rakni, és itt lehetne a végállomás, ahol visszafordulhatna a kisvonat. És ott már látszik az átjáró is. Meg itt megvannak még a kandelábelek, és itt a térvilágítás is szépen be lehetne üzemelni. Sikerült az állomás váltó körzetéig, akkor most kisétáltam, akkor itt vagyunk. És innen megy tovább a vasút, de most azt érszük, hogy nincs időnk most tovább bejárni, és lassabban haladtunk, mint elvesztük. De erre megy tovább, és látszik, hogy a gyomírtás az eddig tartott, innen már sokkal gazosabb. Tehát eddig, ameddig tervezik újraindítani, eddig azért valószínűleg sűrűbben volt PFT menet, meg gyomírtó menet, meg minden, de ezután nem. Tehát innen már látszik, hogy ennyi volt a... Látszik, innen már sokkal nagyobb a gaz. És ott van az utolsó váltó. Salas.